általában azt a tartalmat kellett, hogy hallja. Tehát az, hogy azon 3 hónapon túl gondolkodjon, az már szerintem nem túl életszerű. Viszont a médiahatóság maga a médiatartalmakat monitoringozza, és a monitoringozás során merülnek fel egyébként problémás tartalmak, amire egyébként nem érkezett bejelentés, de hivatalból eljárási indítási kötelezettség van. Arra szerintem, főleg a tartalmak nagy mennyisége miatt nem árt, hogyha egy hosszabb időszak lehetőségét biztosítjuk. Erről szól ez az ominózus egyesztendő. Aztán tisztelt képviselőtársaim, itt vannak olyan módosulások, amik szerintem okoztak némi félreértést. Tehát itt gondolok a 35%-os magyar zenei kvótára. Erre ki akarok térni egy kicsit, mert ugye belekerül az éves kifejezés a törvénybe, sokan úgy értelmezték, hogy akkor mostantól kezdve ez csak egy éven belül egy egész halmazban kell nézni a 35%-os magyar zenei kvótát. Tehát hogyha valaki ezt úgy próbálja teljesíteni, hogy éjfél és reggel 5 között sugározza a magyar zeneszámokat, akkor ezzel eleget tett ennek. Szeretném hangsúlyozni, hogy az összes többi ezzel kapcsolatos rendelkezés nem változik, ami azt jelenti, hogy ezt így nem tudja megoldani senki, nem tud visszaélni ezzel a szabállyal, mert ezen belül a nappal és az éjszakai időtartamok természetesen figyelembevételre kerülnek, de meg kell határozni egy időszakot, amire nézve ez értelmezhető, és azért javasoljuk az egész kvóta tekintetében figyelembe venni egyébként az éves időtartamot, mert a médiatörvény összes többi szabályozása is gyakorlatilag mindenhol éves tartalma előírásokat foglal magában, és egyébként ez az európai gyakorlat is. És én azt gondolom, hogy ez így önmagában nem rossz dolog, mert azért gondoljanak bele abba, hogy azért minden rádió szokott, hogyha most éppen rádiókról beszélünk, szokott bizonyos értelemben egyes időszakokban mondjuk valamilyen tematikus műsorrendet elindítani. Ebbe épp úgy lehet olyan nap, jó néhány, amikor csak magyar zeneszámokat sugároz, de az is lehet, hogy kiválaszt valamit éppen egy időszakra, amikor ez a kvóta, ez az arány abból a szempontból sérül. Szerintem azért ennyi rugalmasságot a rendszerben biztosítani kell. Összességében a 35% kiegyensúlyozott vizsgálatát el kell végeznie a médiahatóságnak, és én itt kifejezetten arra tennék javaslatot, hogy most alkalmazzuk részben az európai sztenderdeket, részben pedig a médiatörvény más szabályozásait, és hogyha úgy látszik, az első év tanulságainak a levonása után ezen még pontosítani kell, akkor ezt szerintem minden további nélkül meg lehet tenni. Azért van a Kulturális Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, hogy ezzel kapcsolatban majd meghallgassa a hírközlési, illetve hát a média hatóságot, és a tapasztalatokat az első év után levonja, és ha kell, akkor a rendelkezések pontosítására tegyen javaslatot. El lehet ezt képzelni másként is, csak a szokásos eljárásrendek az éves tartalmakra szólnak, és nem tűnik indokoltnak, hogy ettől egyébként érdemben eltérjünk. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan lépések, amelyekben van még további szigorítás. Tehát szigorítás például az, hogy a kiskorúakra káros tartalmak esetében a műsorterjesztőkre is kiterjesztjük azon műszaki megoldások alkalmazottságának a kötelezettségét, amellyel ez korlátozásra kerül. Ugye ez eddig egy féloldalas helyzet volt, mert eddig csak a médiaszolgáltatókat kötelezte a törvény, a műsorterjesztőket nem, pedig a műsorterjesztőknek legalább annyi lehetőségük van az ilyen tartalmak korlátozására, mint a médiaszolgáltatóknak, ha nem több. Ezért én azt gondolom, ez a féloldalas helyzet megszűnik, ezt azonban ismerjük be, ezt a piac szereplői szigorításnak fogják egyébként tekinteni, de én ezt önmagában nem tekintem bajnak. Az első törvény megfogalmazásánál nem gondoltunk arra, hogy egyébként erre a területre is ki kell terjeszteni ezt a szigorítást. Az élet úgy tűnik, hogy azt indokolja, hogy ezt a magunk részéről megtegyük. Aztán szigorítás értelemszerűen az a kérdéskör, hogy az NMHH-nak fizetendő díjak, bírságok ezután adók módjára behajtandó köztartozásoknak minősülnek, vagyis az adóhivatal szedné be ezeket. Ez természetesen egy szigorítás. Én szeretnék érvelni amellett, hogy erre szükség van. Nekem egyébként az a véleményem, hogy ezt szinte minden ilyen típusú bírság esetén érdemes ezt alkalmazni, hogy majd teljesen más területre utaljak, önkormányzati területen is azt látom, hogy a behajtásnak csak ez a szigorú rendje működik. Tehát az önkéntes befizetés akkor erős, ha az azt követő önkéntes be nem fizetés esetén a behajtás lehetősége szigorúan megteremthető. Azon területeken, ahol ez gyakorlatilag nem a köztartozás irányába mozdul el, vagy csak hosszú-hosszú peres eljárásokkal, hónapok vagy akár év elteltével lehet egyébként ezekhez a bírságokhoz hozzájutni. Én azt gondolom, hogy ez indokolt. Sokaktól hallottam persze azt, hogy ezzel úgymond tönkre lehet tenni médiaszolgáltatókat. Én azért hadd térjek ki arra, hogy itt a törvény számtalan garanciát foglal magában arra, hogy hogyan lehet büntetni.
A garancia például az, hogy értelemszerűen egy büntetésnél nem csak az elkövetett jogsértés tényére való tekintettel szabják ki a büntetést, hanem arra is, hogy az a média szolgáltató, aki ezt elkövette, az egyébként milyen képességekkel, anyagi képességekkel bír, hát az arányosság elve ezt jelenti. Tehát nyilvánvaló, hogy nem lehet mondjuk egy havilapot, kis példányszámú havilapot ugyanolyan erővel büntetni, még azonos súlyú jogsértés elkövetés esetén sem, mint mondjuk egy kereskedelmi televíziót, a kettő között lényeges különbség van. És tekintettel arra, hogy az arányosság elve rögzítve van, amivel kapcsolatban viszont bírósági eljárás elindítható, szerintem ez elég garanciát jelent arra, hogy viszont az NMHH-nál fizetendő díjak, bírságok köztartozás módjára történő behajtását azt előírjuk a törvényben. És természetesen ehhez kapcsolódik az is, hogyha már a frekvencia gazdálkodás jogosítványa oda kerül a konvergens hatósághoz, akkor a frekvencia pályázatokon való indulásnak is az a feltétele, hogy a cég az ne csak köztartozással, hanem mivel mostantól kezdve köztartozásnak minősül ebben az értelemben, a média tanács felé való tartozás is, a média tanács felé se rendelkezzen tartozással. És tekintettel arra, hogy már csak nagyon kevés időm van, még egy vitatott pontra akarok kitérni, ez a MT elnök, MT taggal kapcsolatos kártalanításnak a kérdésköre. Én itt arra felhívtam már a Kulturális Bizottság ülésén is a figyelmet, hogy azon területeknél, ahol a cégektől eltérően, ahol polgári peres eljárás vagy polgári szerződésekben szokták szabályozni azt, hogy utána mennyi ideig nem lehet elhelyezkedni az adott területen, vannak olyan területek, ahol törvény írja elő az elhelyezkedési tilalmat, ez az állami számbevőszék, a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, a Magyar Nemzeti Bank és a Média Tanács, és mindegyik esetben a sarkalatos törvényeknél következetesen azt alkalmazzuk, hogy az arra az időszakra, amíg nem helyezkedhet el, addig jár neki egy kártalanítás, ami persze kisebb, mint a fizetése, de ez nem végkielégítés. A végkielégítés terheli a 98%-os adó, viszont a kártalanítási összeget azt ebben a formában nem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Nyitrai Zsolt államtitkár úrnak, aki a kormány álláspontját kívánja ismertetni. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló TPR 305. számú törvényjavaslat elsősorban az elektronikus hírközlési ágazat uniós szintű keretszabályozását módosító csomag, és az abban szereplő irányelvek magyar jogba történő átültetését szolgálja. Az irányelvek célja a belső elektronikus hírközlési piac létrehozása az unión belül oly módon, hogy a megélénkülő verseny, a befektetések, az innováció és a fogyasztóvédelem magas szintjét biztosítsa. A törvényjavaslat fontossága abban áll, hogy a keretszabályozás átültetésén túlmenően a korábbi szabályozás hatályba lépése óta eltelt időszakban összegyűjtött jogalkotói, jogalkalmazói és iparági tapasztalatok alapján kijelöli a szabályozás irányait és súlypontjait, alapvetően befolyásolja a szabályozási stratégiát, ezzel határozza meg az iparág valamennyi szereplőjének egyfajta mozgásterét. A javaslat az uniós előírások szem előtt tartásával a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságaihoz igazított, annak fejlődését támogató, elsősorban a versenyre építő, kiegyensúlyozott és hatékony szabályozási környezetet kíván létrehozni. Az EHT hatályba lépése óta jelentősen megváltoztak ugyanis a fogyasztói szokások és igények, új és komplex szolgáltatáscsomagok jelentek meg a piacon. Mindezek a változások a fogyasztók védelme és jogainak érvényesülése érdekében új hangsúlyokat és megközelítést igényelnek a szabályozás területén. A felhasználók, előfizetők és fogyasztók jogainak megerősítésére kiemelt figyelmet fordító szabályozás javaslat célja, hogy megfelelő garanciákat biztosítson, elősegítse az előfizetők, felhasználók és a fogyasztók jogainak érvényesítését, a fogyasztóvédelem és a közérdek szolgálatában egy technológiai szempontból konvergens környezetben. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az információs társadalmi szolgáltatások mindenki számára elérhetővé váljanak. Az elmúlt években a verseny és az innováció piaci folyamatok összetettségét is növeltem. Az új piacok kialakulásával, hírközlési szolgáltatások összekapcsolhatóságának és minőségének védelmében, valamint az elektronikus társadalmi integráció, az e-befogadás célkitűzésének érvényesítéséhez, ezért további lépések váltak szükségessé az átláthatóság biztosítása érdekében. Felhasználói jogok erősítése. Ezen belül a fogyatékkal élő felhasználók jogainak és a fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek a megszilárdítása figyelembe veszi a technológiai és piaci fejlődést, és így valamennyi felhasználó számára
több választási lehetőséget és nagyobb jogbiztonságot kínál. Benyújtott törvényjavaslat kisebb módosításokkal eleget tesz az Európai Bizottság által is kitűzött céloknak, és elfogadását követően a végrehajtási rendeletekben megjelenő részletszabályokkal egységet képezve egyensúlyt teremt a verseny, befektetések és innováció ösztönzése, valamint a fogyasztóvédelmi érdekek hangsúlyos megjelenítése között. A fentiekre figyelemmel kormány a javaslat irányát, a módosítás irányát támogatja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, most a bizottsági álláspontok és a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben. Megadom a szót Fejér Andornak, a Fogyasztóvédelmi Bizottság előadójának. Ön a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága engem bízott meg azzal, hogy a bizottság többségi és kisebbségi véleményét ismertessem. A bizottság 2011. május 20-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és azt 12 igen, 6 tartózkodó szavazattal általános vitára alkalmasnak tartotta. A törvényjavaslat általános vitára ajánlását a Fidesz, a KDNP, az MSZP és az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok támogatták. Kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a bizottságban kialakult véleményről. A javaslat célja, hogy törvényi szinten tegyen eleget az új uniós irányelvekben megfogalmazott jogalkalmazási kötelezettségeknek. A változtatásokat a törvényi szabályozás úgy vezeti be, hogy figyelembe veszi a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságait, a szereplők elvárásait, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elmúlt időszakban megváltozott alkotmányos helyzetét. A törvényjavaslat elsősorban annak az uniós irányelvi szándéknak kíván megfelelni, amely az elektronikus hírközlési piacon egyszerre biztosítja az erősebb versenyt, a befektetések, az innováció és a fogyasztók védelmének magas szintjét. Fogyasztóvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű a módosítás azon része, amely a fogyatékkal élőkkel foglalkozik. A magyar alaptörvényben rögzített alkotmányos jogvédelem kulcsfontosságú jelentősége a hatósági munka autonóm működésének biztosítása. A kisebbségi véleményt képviselő tagok szerint a törvényjavaslatban több, nem kellőképpen kimunkált rész található, és egyes rendelkezések a nagy hírközlési cégek véleményét tükrözik. Ezen túlmenően a frakció képviselői az egyes rendelkezéseket támogatják. Más képviselők is egyetértenek a javaslatnak a fogyasztók, köztük a védendő fogyasztói csoportok védelmét szolgáló rendelkezéseivel, a jogharmonizációs célú módosításokkal és a hatóság, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésére vonatkozó rendelkezéseivel. Nem támogatják azonban a törvényjavaslatnak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságra vonatkozó részeit. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Mencer Erzsébetnek, a Kulturális és Sajtóbizottság előadójának. Önné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr. Az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága június 16-i ülésén a TPER 3505-ös számú törvényjavaslatot tárgyalta, megvitatta. Elsősorban a média törvényre vonatkozó módosításokat tárgyalta ugye a Kulturális és Sajtóbizottság, mint ahogy Rogán Antal képviselőtársam is elmondta beszédében, a túlnyomó részt itt inkább pontosításokra van szükség a média törvény kapcsán, hiszen a január 1-én hatályba lépett törvény a gyakorlatban mutatta meg, hogy több helyen pontosításra szorul. Valóban kitért képviselőtársam a 35%-os magyar zenei kvótára, beszélt a gyűlöletkeltő vagy kirekesztő tartalmakról. Én nagyon fontosnak tartom egyébként, és a bizottság tagjai többségi véleménye is az, hogy a hallássérültek számára is plusz kiegészítő rendelkezések épülnek be a médiatörvénybe. Tehát ez azt jelenti, hogy a feliratozott műsorszámok előtt jeleznie kell majd a médiaszolgáltatónak, hogy a feliratozott változat elérhető a kapcsolódó teletext felületen. Beszélt képviselő úr, valóban egyszerűsödne a módosítás kapcsán a sajtótermékeknek a nyilvántartása,
illetve bővülne tovább a 30 napos ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultság, és valóban a médiatartalomszolgáltatók érdekeit védő rendelkezésekkel is bővülne a törvény. Ezért aztán az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága a házszabály 95. paragrafus 2-es bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően 10 igen és 3 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Köszönöm, képviselőasszony! Tisztelt Országgyűlés, a Kulturális és Sajtóbizottságban megfogalmazott kisebbségi véleményt két előadó megosztva ismerteti, mindösszesen 5 perces időkeretben. Megadom a szót Mandur László képviselőnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Kulturális és Sajtóbizottságban helyet foglaló ellenzéki képviselők nem tartották általános vitára alkalmasnak az előterjesztést. Ahogy Bencer képviselő asszony is jelezte, mi ennek a saláta törvénycsomagnak azt a részét vizsgáltuk, ami a úgynevezett médiatörvény, illetve a média alkotmány részre vonatkozó törvénymódosításokat illeti. Több mint 100 módosító, vagy közel 100 módosító, pontosabban megközelítően 100 módosító javaslat vonatkozik a médiatörvényre, egy olyan törvényre, ami még fél éve sincsen egyébként hatályban, és most már a harmadik módosítását éli meg. A médiatörvény barkácsolása az lényegében tovább folytatódik, és nem csak arról van szó a benyújtott módosító javaslatoknál, ahogy ezt az előterjesztői expozéban is hallottuk, hogy alapvetően uniós jogharmonizációs kérdéseket akar, hanem hát ettől mélyebb változásokra is tesz javaslatokat, aminek az iránya egyébként elfogadhatatlan, illetve ez a fajta irány nem kitapintható a médiatörvényben sem. Ilyen például az a hatalmi feladat és munkaerő koncentrálási folyamat, ami a műsorszolgáltatás támogató és vagyonkező alapfelé történik, illetve a média hatóság felé történő rendeletalkotási folyamat, ami egész egyszerűen azt mutatja, hogy nem történik más, mint ezen a területen a kormánytól áthelyezi a több ciklusra bebetonozott és Fidesz által kinevezett médiahatóság felé a kormányzati hatalmi eszközöket és jogosítványokat, tehát egy hatalom, outsourcingolás, kiszervezés folyik ezzel a módosítási folyamattal is. Ez egyébként nincs benne a média törvényben, mint irány és feladat. Ráadásul ezek a módosítások tovább fogják fokozni azt az irányítási, munkamegosztási zűrzavart, ami egyébként is már kialakult a média szabályzás területén a eddigi módosítások alapján, és ezen belül is leginkább a közmédiumoknak a területén. Elfogadhatatlan az az eljárás is, ami szerint a kormány úgymond egyeztet, majd egy egyéni képviselőindítvánnyal bekerül a javaslat, megfordult a helyzet, innentől fogva a kormány próbál módosított benyújtani, nem tudni, hogy milyen eljárás keretében, további kisebbségi véleményt pedig a Novák előd képviselőtársam fogja ismertetni. Köszönöm, képviselő. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, ez az átfogó törvénymódosító javaslat alkalmatlan az általános vitára is. Elsősorban azért, mert a legfontosabb kérdésköröket nem érinti. Említsük csak akár csak az olyan apróbb javaslatokat, amelyeket a Jobbik megfogalmazott a reklámadó kivetésé, mely elsősorban a multikat érinteni. Erről továbbra sem lehet beszélni, természetesen sajnos, és még módosító javaslatot sem nyújthatunk be, hiszen azt úgymond túlterjeszkedőnek minősítenék, de nem foglalkozik azzal az átfogó problémával sem, hogy az ORTT jogutódjában, a médiatanácsban, a médiát ellenőrző legfőbb hatóságban ezentúl, és hát továbbra is, az önök módosítása után továbbra is csak fideszes delegáltak fognak ülni. Azt gondolom, ez példátlan, korábban ugye a jogelőd ORTT-ben minden parlamenti pártnak lehetett delegáltja. Tehát miközben átfogó problémákkal nem foglalkozik, még kifejezetten ront is a jelenlegi állapotokon, hiszen eltörölnék, hogy a kiegyensúlyozottság törvényi előírása kapcsán felügyeletet gyakorol a média tanács, illetve a hatóság az ügyben. Persze lehet panasszal még fordulni továbbra is, láthattuk, hogy azt is hogyan
bírálták el, többnyire a szerkesztői szabadság mögé bújnak, ugyanúgy, ahogy a kultúra területén Alföldi Róbert és társai pedig ugye a művészi szabadság mögé. Hát láttuk, hogy hova vezet ez. Azt gondoljuk, hogy épp ezért teljesen indokolatlan, hogy eltörlik, hogy hivatalból eljárva felügyeletet gyakorol a médiatanács a kiegyensúlyozottság érdekében. Sokkal indokoltabb lenne inkább a szankciórendszert szigorítani, hogy valami változás történjen, hiszen ha csak nézzük, és nem a saját, hanem a médiatanács honlapján fent lévő statisztikákat, tavaly április végétől idén január végéig volt türelmem ezt figyelni, és hát a sajtóosztályunk segítségével meg is néztük, hogy hát, hogy csak a saját példánkat mondjam, és hát bizony velünk van, minket ér a legnagyobb igazságtalanság, azért idézem a saját példánkat. A Jobbik szóbeli megjelenésének aránya, hogyha 100%-nak vesszük az összes politikusi szereplést, akkor az bizony nem a választási eredményünket tükröző 17%, pláne nem az időközi választási eredményünket tükröző 25%, amit Püspökladányban tapasztalhattunk, hanem 4% alatti eredmény, hiszen Szijjártó Péter ugye beköltözött tulajdonképpen a közszolgálati médiába, ezt tapasztalhattuk. Még az LMP-nek is a szóbeli megjelenési aránya nagyobb, mint a Jobbik megjelenési aránya. Persze ezzel nem csodálkozunk, minden esetre a kiegyensúlyozottság kapcsán a hivatali eljárás, a felügyeleti jogkör eltörlése, az teljességgel elfogadhatatlan. Sokkal inkább arról kellene beszélni, hogy hogyan lehetne végre Magyarországon kiegyensúlyozott médiaszolgáltatást biztosítani. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most az írásban előre bejelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként felszólása következik Román István képviselő a Fidesz képviselő csoportjából. Megadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, köszönöm a szót. Amint az Rogán Antal előterjesztésében is elhangzott, többféle indoka is van annak, hogy ez a törvénytervezet bekerült a parlament elé. Egyrészt az Európai Uniós keretszabályokat kell követnünk. Ugye 2003-ban már történt egy átültetés, amikor is az akkori szabályokat a magyar jogrendszerbe az akkori parlament átültette. Azóta is folyamatosan ugye meg kell felelnünk ezeknek a feltételeknek. Én azt gondolom, hogy ezzel a tervezettel ez megtörténik. Ráadásul két olyan irányelvet ültetünk át a magyar törvénykezésbe, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Ugye elhangzott a jobb szabályozás irányelv és az uniós polgárok jogai irányelv. Az egyik a fogyasztók oldaláról közelíti meg a hírközlés területét, a másik az pedig a szabályozási irányból. Én úgy gondolom, hogy mind a két területen nagyon sok tennivennivaló van, és folytatni kell azokat, folytatni kell a törvényeknek a módosítását, és hogyha olyan módosító javaslatok, módosítások születnek, amelyek elősegítik, hogy a fogyasztóvédelem erősödjön ezen a területen, valamint a szabályozás az még inkább megfelelővé váljon, én úgy gondolom, hogy azt támogatni kell. Erről a törvényjavaslatról én úgy látom, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelel. Elmondható tehát, hogy a törvénytervezet az szabályozói és a polgárok jogai szempontjából is jelent módosításokat, vagyis kétirányú megközelítése ez az ügynek. Ha megengedik, először a szabályozási oldalról foglalkoznék, és azzal kapcsolatosan mondanék néhány gondolatot. Úgy gondolom, hogy egy olyan szabályozási környezetet kíván létrehozni a törvénytervezet, amely támogatja a fejlődést, a versenyre épít, egyszerre fair és hatékony. Ugye itt a versenyre szeretnék kitérni. A gazdaság különböző területein, vagy az élet különböző területein a versenyhez másképpen viszonyulunk. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a tapasztalata, hogy az elektronikus szolgáltatások területén, gondolok itt elsősorban a telekommunikációra, ezen a területen a verseny az azzal járt, hogy egyrészt csökkentek a szolgáltatási díjak, másrészt pedig azzal járt, hogy egy nagyon komoly innovációs folyamat indult meg, hogy egymással versenyeznek ezek a szolgáltató cégek, hogy ki tud jobb szolgáltatást és olcsóbban nyújtani. Persze néha-néha az is előfordul, ami az elmúlt hónapokban történt meg, hogy ebben a versenyben a szolgáltatók már a határokat átlépve akár egymást is megtámadják. Ugye gondolok itt arra a mobil internet gyorsaságával kapcsolatos hirdetésekre, aminek az lett a vége, hogy a gazdasági versenyhivatal beavatkozott és véget vetett annak, hogy a mobil szolgáltatók ezen a területen olyan típusú hirdetésekben reklámozzák magukat és támadják a másik partnert. Ezek olyan mellékszálai ennek a versenynek, amelyek nem túl
nem túl kedvezőek. Viszont én azt gondolom, hogy összességében ezen a területen a verseny, az még egyszer szeretném megerősíteni, az innováció felgyorsulásával és a szolgáltatási díjaknak a csökkenésével járt. Ezért is üdvözlendő az, amit az elmúlt hetekben lehetett hallanunk, hogy az infokommunikációért felelős államtitkárság, illetve a kormányzat szeretné megteremteni annak a lehetőségét, hogy egy negyedik mobilszolgáltató is a piacra léphessen, aztán pedig természetesen majd a lehetőség megteremtés után az el fog dőlni, hogy van-e szükség a piacon erre, látnak-e benne valakik fantáziát, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A versenyhez kapcsolódva nagyon fontos szabályozásbeli változás, hogy a korábbiaknál sokkal inkább alkalmasak lesznek az összehasonlításra a szolgáltatási díjak. A törvénytervezet ezt is szabályozza, és ezügyben is nagyobb eligazodást fog nyújtani a szolgáltatást igénybevevők számára. Szintén nagyon fontosnak tartom ide kapcsolódva, amiről Rogán Antal előterjesztő beszélt, ez pedig a hűségszerződéseknek a kérdése. Ez a törvényjavaslat a hűségszerződések esetében is jóval több lehetőséget biztosít, nagyobb átláthatóságot biztosít, és szintén úgy gondolom, hogy a fogyasztók érdekeit szolgálja. Ide kapcsolódva magam is nyújtottam be egy olyan javaslatot, amely azt hivatott elősegíteni, hogy a felhasználók érdekei jobban megjelenjenek. Ez pedig arról szól, hogy azokat a szolgáltatókat, akik a 100 000 fős létszámnál nagyobb körrel, ügyfélkörrel rendelkeznek, kötelezzük arra, hogy a telefonos ügyfélszolgálat esetében 180 másodpercen belül történjen meg valamilyen reakció hívásokra. Ugye nem egyszer lehet azt tapasztalni egyik-másik szolgáltatónál, hogy hosszú-hosszú percekig kell arra várni, hogy egyáltalán elmondhassa az ügyfél a problémáját, és arra valamiféle választ kaphasson. A piac szabályozással és a spektrum szabályozással kapcsolatosan én nem szeretnék nagyon hosszan belemenni, inkább néhány kulcsszót szeretnék elmondani, ami bennem megfogalmazódott ezeknek a részeknek az értékelésénél. De úgy látom, hogy ebben az esetben is a cél a versenynek az erősítése. Ösztönzi ez a fajta szabályozás az infrastruktúra beruházásokat, a spektrum szabályozás esetében pedig a rugalmasság, a technológia semlegesség és a szolgáltatás semlegesség, ami megjelenik. Végül zárásképpen ugyan a Gazdasági és Informatikai Bizottságban, ahol már tárgyaltunk erről a kérdésről, kevésbé érintettük a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 évi törvényt, azonban engedjék meg, hogy itt is megerősítsem, hogy azok az elképzelések, amelyek itt változásként megjelennek, én úgy gondolom, hogy kicsi apró lépések, de nagyon fontosak. Itt elhangzott már a zenei kvótának a pontosítása, a gyűlöletkeltő vagy kirekesztő tartalmakkal kapcsolatos pontosítás, elhangzott már a hallássérültek számára benyújtott módosítás is, és örömmel hallottam, hogy a kiskorúak védelme területén is újabb szigorítás következik. Korábban a médiatörvény esetében erre kevesebb közfigyelem fordult. Bízom benne, hogy és örülök neki, hogy nem csak a közfigyelem esetében, hanem itt a parlamenti előterjesztés esetében is az erre való figyelem ez továbbra is megvan, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos területe a média szabályozásnak. Rengeteg olyan hatással találkozunk, ami úgy gondolom, hogy jobb az, hogyha elkerülje a gyermekeket, és erre nagy odafigyeléssel kell lenni. Összességében a törvényjavaslatot nyilvánvalóan módosításokkal, pontosításokkal, aminek a lehetőség az folyamatosan rendelkezésre áll, a magam részéről én elfogadhatónak tartom, javaslom a parlament számára is az elfogadását. Természetesen a módosító javaslatok még hátra vannak ebben a